Köszöntök mindenkit a csatornánk, Chris Tracker vagyok. Mint láthatjátok, Euro Truck Simulator 2 játékkal fogunk játszani. És ezúttal egy teljesen új térképmóddal fogunk játszani, egy olyannal, ami még nem volt a csatornán. Hasonló már volt, hasonló témájú videó már volt a csatornán, de ezúttal egy kicsit ilyen lebutított Peru térképen fogunk játszani. Megnézzük ezt az új térképet, amit Peruból csináltak. De mielőtt ebbe belemennénk, először térjünk ki a részletekre, hogy hogyan lehet ezzel a térképpel játszani azok kedvéért, akik még nem szoktak ilyen módokat letöltögetni, vagy módokkal játszani. Nos tehát, itt van a belépő képernyő. A legfontosabb az, hogy a videó alatti leírásban megtaláljátok konkrétan ennek a térképmódnak a letöltő linkjét, ezt töltsétek le. És azt be kell másolnotok az Euro Truck Simulator 2 mappájába, azon belül is a mod vagy mods mappába, a dokumentumok között. Hogyha bemásoltátok, akkor hozzatok létre egy új profilt, mint ahogy itt is láthatjátok, új profil, mint látható, rákattintotok, ezt töltsétek ki, és itt van bal oldalon a mod kezelő, itt fogjátok megtalálni ezt a bizonyos Peru Death Road nevű cuccot. Na a lényeg az, hogy bármilyen modot töltötök le, így kell megoldani a mod beillesztést, hogy konkrétan arra, amit használni szeretnétek, arra rákattintotok, itt egy jobbra nyíl, és beillesztitek. És itt vannak az aktív modok között megtalálható ez a Peru Death Road cucc. Így működik ez a dolog. Ha itt azt írja, hogy aktív, és zöld lámpa világít, akkor ez a mod onnantól kezdve aktivizálja magát, és tudtok azzal a térképpel játszani. Ebben az esetben, hogyha ezt a térképet beillesztitek, akkor módosításokat megerősítitek. És miután kitöltöttétek ezt az űrlapot, itt alul a játék modulnál be kell állítani, hogy nem Európában akartok menni, hanem erre a Peru Death Road .mbd-t kell beállítani. Így, és úgy hozzátok létre az új profilt, és már tudtok is játszani az új térképen. Nagyjából ennyit tutoriál jelleggel elmondtam, azok kedvéért, akik nem nagyon szoktak ilyen modokkal játszani. Nya, nekem ez már megvan, úgyhogy ezt nem hozom létre, hanem betöltöm a mentetállásomat, szép jó estét kívánok, közben ugye a nézőknek is. Élőadásban lesz rögzítve ez a térkép felfedezés, úgyhogy tartsatok velünk, hogyha tehetitek, a chat fal él, lehet irogatni. És zaklatni engem hozzászólásokkal szokás szerint, Cornelius-t és Sándort köszöntöm szépen. Nyom! Nézzük akkor ezt a térképet, ne húzzuk az időt. Nem meglepő módon voltam már Peruban, ez egy kicsit annak a lebutított változata lesz, de akik nem a nagy Peru térképet, hanem ezt a picite Peru térképet szeretnék kipróbálni, azok kezéért szeretném bemutatni ezt a térképet. Gyorsan menjünk is rá a térképre, nem egy nagy térképről van szó, mindössze ennyi az egész, de azt gondolom, talán látjátok is az útvonalból, hogy azért ez nem egy olyan átlagos útvonal. Kicsit hasonlít, mondom, a nagy Peru térképre. Ez ugyanaz kicsiben, tehát ugyanaz a szivatós kategória, úgyhogy nem fogunk unatkozni, azt gondolom. Megpróbálom nagyjából a térképnek mivel elég pici térképről van szó, megpróbálom a térképnek azért a legalább 90%-át bejárni. És most nem free kamerával dolgoznia, ha lehet. Persze, hát hogyha elakadok, akkor kénytelen leszek free kamerával, rásegíteni a dolgokra, de reméljük, hogy erre nem kerül sor. Ó, milyen autó, azta! Ó, milyen? Hello! Mi volt ez? Milyen autód van, öcsém? Hű, Ferrari? Polícia, öcsém, polícia! Ilyennek, itt Peruban ilyennel járnak a rendőrök? Azt a de borzasztó mindenit. Jól megy itt Peruba. Hát szóljatok, ide költözök a rendőrségi autóval. Ilyen rendőrségi autóval járkál, ide jövök. Nagyon jó kis hely. Na, elkezdődött a Peru térkép így ezzel a lendülettel. Jó estéket kívánunk! Még egyszer, na! Jó napot! Tiszteletem az úrnak! Hú, itt még szépen zöldellik minden, itt nincs még tél. Jól van. Scaniával megyek. Csak hogy jó lessen. Hát, egy picikét azért hátrébb tenném a ülést, ha nem haragszotok. Nagyon elől érzem magam, és szoros a dolog. Na így kényelmesebb, azt gondolom, mehetünk.
Nagyon-nagyon szoros volt a dolog. Szépen be kell állítani, különben nem jó, nem kényelmes az az egész. Na így már mindjárt jobb. Egy picit a térdem beakadt a kormányba, aztán kellemetlen volt. Na. Szóval Perúba vagyunk. Majd, hogyha olyan részek jönnek, akkor majd külső kamerára is kiváltok, vagy külső free kamerára is természetesen. Itt már is egy gurulós rész. Most a hegy tetejéről, Kulubcsukacskácsá, valami ilyesmi városból indultunk. És akkor megyünk át majd a szomszédba. Hopp, már előznek, látom a tükörből. Hello! Óvatosan ember, ez nem egy átlagos út. A helyi taxi szolgálat munkatársa volt szerintem. Szárbusz, Frusmus, Anonymous, sziasztok, Warthun, köszöntelek titeket. Peruban ismételtem. Ez a kicsi Peru, ez nem a nagy Peru, ez most a kicsi Peru. És amit még nem mondtam el, hogy ez a térkép a legfrissebb verzióval, a legfrissebb játékverzióval játszható, nem kell hozzá visszaállítani a játék verziót. Teljesen a legfrissebb játékkal lehet menni. Na itt úgy látom, hogy a rendőrség a legkülönbözőbb autókkal játszik. Mennek itt Ferrari-tól kezdve, úgy látszik, hogy akinek nem telik Ferrari-ra a rendőrségnél, azok úgy látszik, hogy olcsóbb Verdával is mennek. Hát Nagy Perút a múltkor már bejártam, az visszanézhető itt a csatornán. Sőt, Nagy Perút már kétszer is bejártam. Tavaly is, meg már idén is. Ez most a pici Peru. Ez még nem volt a csatornán bemutatva, úgyhogy azért is gondoltam, hogy nézzük egy kicsit ki a kis Perura. Itt a térkép eleje az még így nagyon laza. Jó a buszos. Óvatosan a turistákkal, mert legurultak ott a hegy oldalán, akkor jól nézünk ki. Aha. Itt ment az olcsó rendőrség. Na itt látható a térképen, hogy itt aztán van kanyar, dögivel. Már óvatosabban kell gurulgatni, egy olyan 30-as tempóval itt szépen megyünk. Már mögöttem kezd a sor föltorlódni, autósor, hogy látom a tükörbe. Hát sajnálom. Sajnálom, kamionnal vagyok. És nem szeretnék itt legurulni, lebucskázni a domboldalon, ha nem gond. Uhu. Azért nyomni kell a féket, mondom, ez egy lejtmenet most így rögtön az elején. Köszöntöm közben az új nézőket, sziasztok, csak most itt koncentrálok. Amennyire legalábbis lehet, vagy amennyire tudok inkább, úgy mondom. Motorfékkel szépen legurulunk. Na. Ó, mennyi rendőr van itt. Nagyon vigyázzák a környéknek a biztonságát. És akkor gyorsan el is mondom, hogy akik a Nagy Peru térképen szeretnének játszani, azok itt a csatornán megtalálják az arról szóló videót. Nemrégiben jártam a Nagy Peruba is, és találtok ott letöltő linket. Viszont a Nagy Peru az csak az 1.31-es verzióval játszható. Ez a kicsi Peru, ez a legfrissebb játékverzióval játszható, mint ahogy említettem volt. Nézzétek mennyi, itt csak rendőrök vannak, úgy látszik. Beprogramozva a játékba. Mondom, ez itt a térképnek a keleti csücske, ez itt nagyon, nagyon laza. Nézd meg, és előzés, nem bírja ki, hogy ne előzzön, menjél vissza erre. Nem is vissza! Meguntad az életed, ember. Ez a kicsi halálút, inkább nevezzük így, hogy kicsi halálút. Ez óvatosan itt az előzéssel, uraim. Lehet, hogy autóval vagytok. Na itt már látszik a GPS-en itt alattam, hogy en már a combosabb rész lesz. Hú, ott micsoda szakadék jobbra? Azta. Alattam van itt a szakadék, nehogy leessek. Kiesek a webkamerából, aztán leesek a szakadékban. Na, az első kis kanyar megérkezett. Igen. Na, így kell körülbelül kanyart venni. Jó, mondjuk én jártam a Nagy Perúba, tehát azért az ilyen hajtűkanyarokban már van egy pici gyakorlatom, de hát gyakorlat ide, gyakorlat oda, nem szabad elkönnyelműsködni a dolgot. Nem is kell nyomni a gáz, csak így lazán, lazán, lazán. Jó. És egy szép kis kanyar.
Egy picit nem vészes, picit kicsúszik a kerékat, már is estem a szakadékba, jó napot kívánok. Az igen. És ugye folyamatosan lejt az út, ha mennyire így látszik. Igen, Hungary Mapről is készítettem videót, azt hát nem nagyon szokták fejleszteni. Nagyjából annyi a bejárható út azon is, ami már kész van. De hát szokták frissíteni, azt szokták, néha belekerül új rész is, de nagyon ritkán. Ezek a módok olyanok, hogy egyszer megcsinálják, aztán ha van idejük rá, akkor még fejlesztenek rajta, hogyha egy új verziót kiadnak, de nem jellemző azért. De igen, Magyarországon is jártam a Magyarország térképet is, bár kétszer bejártam. Gondoljátok, az is visszakereshető itt a csatornán. Tudom figyelmetekbe ajánlani, akik még esetleg nem látták. Hú, itt azért technikás ez az út rendesen. Ott milyen hajtűkanyar megint ott a szakadékba? Hát... Peru az sose hazudtolja meg magát, akármikor, akármilyen verzióba járok itt, ez gyilkos. Na, egy kicsit most borzolom a kedélyeket. Megállítom itt a forgalmat egy picit. Csak hogy kicsit free kamerába kiugorjak. Na jó, van, jöttünk le föntről. Ezt a részt járjuk be. Szépen föltorlódott itt mellettem a sor. Elnézést, mindjárt megyek tovább, csak mutatni akarom, hogy ez milyen történet. Jó, onnan jöttünk föntről, hátulról, és így megyünk lép szépen lefele, ameddig a szem ellát. Hát igen. Tipikus kopár perui halálút. Na, menjünk tovább közben. Teljesen jó befordulok, kedves Tamás, de köszönöm a tippet. Eddig még egyszer sem akadtam fenn. A Nagy Peru térképen ott voltak problémák. Ez talán jó, ez, sőt nem talán biztos, hogy ez nehezebb térkép, mint ez. De hát, még nagyon az elején járunk a dolgoknak, ez még bonyolodhat. Bonyolultabb is lehet később. Ez még a vezethetőbb szakasz. Tök jó, megy magától a kamion, nem is kell nagyon erőlködnöm. Csak néha a féket kell nyomni, aztán legurulunk itt szépen a következő városkába. Tehát a videó elején elmondtam a letöltési lehetőséget, hogyan lehet letölteni, úgyhogy majd nézzétek vissza, hogyha lemaradtatok. És ha próbáljátok itt is ezt a térképet, vagy bármilyen más térképet. Én ezeket a technikásabb térképmódokat kedvelem. Úgyhogy többféle térképet is fejlesztenek a játékhoz, modot. Csak ugye multiplayerben ezek nem nagyon működnek. Csak kimondom. Pedig hát itt aztán multiplayerben lehetne borzolni a kedélyeket, azt gondolom. Megint egy jó kis hajtűkanyar. Még a pótnak a vége sem csúszott le az útról, na. Fejlődök vezetés technikailag, ez mindenképp pozitív. Na, itt már nyomni kell az jagást. Mikor jön ki az új Renault, kérdezi István, amikor elkészül, kedves István. Elkészül, kiadják, és akkor kijön. Általában ez ilyen. Ezt a fejlesztők tudják egyébként megmondani, akik csinálják. Ha kijön, akkor nyilvánvalóan a különböző helyekről beszerezhető lesz. Na! Itt már nyomni kell a gáz most valamiért. Itt vagyunk még eléggé magasan, de úgy látszik, hogy a lejtmenet az most itt megszűnt létezni. Itt már lehet menni tovább. Ez óvatosan, mert vannak szép kanyarok. Ilyen tipikus perui kanyarok. Itt mögöttem pedig a perui indiánok szintén tolakszanak. Nem bírják ki, hogy kényelmesen haladjon az ember. Próbálnak leszorítani az útról.
egy-két vakmerő ugye megpróbálja mindig kielőzni a sort, hát az ő életük. Mindenki úgy éli, ahogy akarja. Mi azért megpróbálunk életbe maradni. Halálút ide, halálút oda. Óvatosan a kanyarokba, Jippes úr. Mondom. Itt egy kis pitty-putyit jobbra. Balra megint egy gyönyörű szakadék. Tavaly a nagyperui térképen csináltam egy ilyen kamikaze ugrást, ott leestem. De direkt, hogy kipróbáljam, le lehet esni. 10-nek van ott az a szakadék. Nyilván itt is lehet bucskázni szépen lefele, ha elvéted a kanyar, de mondom, ez a nagy Peruhoz képest, ez ilyen easy fokozat. No, jön megint ez a kis kígyózó út hálózat, itt kezdődik újra a snake játék. És ott már a városnak a fényei láthatók majd szembe hamarosan. Köszönöm szépen, hogy féltetszett állni, tiszteletem, jó utat! A perui lakosság, meg a perui házhoz szállító fuvarszolgálat az nagyon óvatosan vezet. Ez mindenképpen dicséretes. Én is megpróbálok lejutni szépen Huantába. Ott már... Áj, bassza meg! Ez egy élesebb kanyar volt, nem baj. Megúsztuk komolyabb sérülés nélkül. Elnézést az uraknak mögöttem! Tessék vigyázni, kamionnal vagyok. Egy-két... büdöskét vagy valami virágot most lelegeltem sajnos. Áj, francos Lilium tipró lettem én is, sajnos. Új! Óvatosan, uram! Pót nélküli úr! Jó estét közben az újonnan becsatlakozó kedves nézőknek! Nem törtem össze a kamiont, kedves Tamás. Csak felszaladtam egy picit a dombra. Egyébként minden városban van szakszervíz. Ha valami probléma lenne, de igyekszem épségben lejutni. Persze nem mindig sikerül, de na, hát itt már kiszélesedett az út. Tulipán taposó, az vagyok, igen, egy tulipán taposó, ja. Na, leértünk Huantába. Köszöntjük a huantai lakosságot. Hát, ja, a kamionom 0%-on van, úgyhogy mehetünk tovább, semmi akadálya, hogy tovább menjünk. Hú, de szép helyre megyünk. Következő város Vacsucsó lesz. Odáig még eljutunk. Majd ott szakszervizelünk meg, pihenünk meg, stb. Még rendben van. Safety Pro, az viszont nem vagyok. Kedves Attila, az látod nem. Ez volt a személyes magányod, egy kedves Tamás, hogyha te sosem nem mész neki semminek, akkor te profi vagy. Én már nem vagyok az. Ez a kettőnk között a különbség. Nem mindenki lehet olyan profi, mint te. Na, menjünk tovább. Itt azért úgy... Meg! Na, egy kis elejtő van, úgy látszik. Bizony, dolgozik szépen a motor. Na, kollega úr! Jó utat lefele Huantába. Én menni tovább, föl az emelkedőn. Szóval ez volt a térképnek a könnyebbik fele. Gyanítom, hogy nem ennyiből áll az egész, hanem itt azért majd meg fognak minket lepni a kedves térképkészítő munkatársak. Igen, ezt mindig elmondjuk az ilyen térképmodoknál, hogyha bár akármelyik modot, vagy hát jó esetben az összes modot így be lehetne
iktatni, vagy az összes ilyen módba bele lehetne iktatni multiplayert, akkor azt hiszem, hogy leszoknának az emberek a CD Roadról elég gyorsan, átjönnének ide egy kicsikét zúzni egymást. Egy ilyen hegyi útszakasz. Itt telettem. Kollega úr. Fú, hát ez... Misi MC kérdezi, hogy vajon a következő DLC majd hol megy a Baltik után? Az SCS hova fog terjeszkedni? Hát ezt tulajdonképpen csak ők tudják, de hát találgatni nyilván lehet. Mehetnek Írország fele, mehetnek Spanyolország fele, mehetnek Észak-Finnország fele. Amit én a legvalószínűbbnek tartok, de mondom, ez csak egy erős tipp, hogy lefele Görögország felé fog terjeszkedni az SCS, tehát Horvátország, Macedónia környékére, esetleg Románia. Nekem ez az erős tippem, hogy valahol arra fele megyünk majd tovább. Ezt a keleti vonalat fogják erőltetni, de mondom, ez senki ne vegyen arra mérget, amit én mondok, ez csak egy erős tipp. Ugye előbb-utóbb a térképfejlesztés eljut arra a szintre, hogy már nem fogtok tudni az új területekre anélkül átmenni, hogy a korábbi DLC-k ne legyenek meg, hiszen a legközelebbi Baltic DLC is már ilyen, hogy a Going East DLC nélkül már nem fogtok tudni oda eljutni. Szóval én azt gondolom, hogy az is elképzelhető, hogy ebbe az irányba megy tovább az SCS, hogy ha a keleti oldalt fejleszti, hogy olyan területeket fog fejleszteni, amihez korábbi DLC-k is szükségesek. Ha a pénz éhségükből indulunk ki, de mondom, semmit nem tudunk biztosra. Csak az a biztos, hogy hamarosan Észtország, Lettország, Litvánia az elérhető lesz a Going East DLC tulajdonosok számára. Ennyit tudunk. Én is csak azt tudom, amit a hírekbe olvasok. Ennyi. Nyilván Spanyolországot szeretném a legjobban, hogy elkészüljön, de hát nem én. Nem én vagyok a SCS munkatársa. Tippeket adjak nekik. Jó kis kanyargós rész ez, megint lefele. Na itt vagyunk Ayabucu csójóba. Szép estét kívánunk közben az olyan becsatlakozó nézőknek. Tamás milyen gépen van, kérdezi. Hát, egy gamer PC. Maradjunk annyiba, és ebben minden benne van. Egyébként így is, úgyis akármilyen DLC-k jönnek ki, akkor is az alaptérképek fognak. Az alaptérkép lesz a játékosok számára az, ami mérvadó lesz, és ott fog járni a legtöbb játékos. Akármennyi DLC-t adunk ki. Itt is egy jó kis kanyar. Vinchos City, itt Peruban. Tamásnál akadozik a live. Cseréld ki az internet szolgáltatásod, kedves Tamás. Valami erősebbre. Ha meg egy picit laggol a live, akkor meg az szinte átlagos. Nem csak nálam, az máshol is. Twinchos fele kéne menni. Na most jön majd egy jó kis elágazás, hogy már... Igen, itt lesz az elágazás. Na itt kezdődik majd szerintem az izgalmasabb része, hogy látom a GPS, amit alattam. Na ez már a masszívabb rész. Itt lehetne tovább menni ugye be a városba, vagy pedig föl a kanyargós része. Hát, mi most nem Ayacuchóba megyünk, hanem kalandvágyból megnézzük ezt a földes urat. Mit tartogat számunkra még ez a térkép? Mondom, ez egy pici parányi térkép,
elég gyorsan túl leszünk rajta, de ez az út minőségétől is függ. Hiszen itt már innentől már a földes úton kéne boldogulni, ami nem egy egyszerű dolog. Kicsit már mozgolódik is a dolog. Az erdőbe. Bevisznek miket szépen. Hát, málnát kell majd szedni az erdők mellett, az biztos. Igen, picit itt már mozog a fülke. Tiszteletem még egyszer a becsatlakozó kedves nézőknek, köszöntjük a hölgyeket is köreinkben, mert hogy vannak, mindenkinek jó estét. Tamás, vegyél egy stoppert és mehet le, hogy mennyi idő, amíg befordulok a kanyarba. Ennyi normálra van állítva egyébként a kormány. Na itt, mondom, itt alapvetően itt még jó megy a kamion fölfele, de aztán majd a kanyarba. Kanyarba lesz a probléma, nehogy visszaguruljak, vagy leessek oda a susnyájtba. Ó, de szép szakadék ott lent. Ott van Ajacucho városa ott lent, szépen, gyönyörűen. Na, most megnézzük, hogy nulláról föl tudok egy gyorsulni egy Scaniával, úgyhogy bevegyem a kanyart. Ez egy Scaniának tudnia kell az ilyet. Mint késa vajon? Mint késa vajon? Hát ezért kell jó kamiont választani ilyen helyekre. Scanián kívül már csak a Volvo-ba bíztam volna. De most a Scania nyert. Hű, de menő. Ilyen balra így a szikla, lenne a szakadék. Ez a szokásos kettős kombó. Egy kis zögykörődős földesút. Erdő. Még szerencsé, hogy az eső nem esik. Ú, itt valami dózerolás lehetett. Az hogy? Az hogy? Ezt megnézem. Ez hogy? Az hogy tették oda fel? Meg úgy egyébként is tett. Mert látványosnak látványos, de... Gyakorlatilag akkor ezek szerint rükvercbe oda szépen bement, és megtalálta magának azt a kis dombocskát. További jó pihenést kívánunk ott a dózerolós uraknak. Lenne itt mit ledózerolni, azt gondolom. Hát félelmetes egy szakadék, Claudia szerint. Igen, nem szeretnénk oda lekerülni. Maradjunk annyiba. De semmit sem lehet kizárni. A nagy Perúba mondjuk nem estem le, csak szándékosan. Reméljük a kis Perúba sem történik meg ez a rettenetes tragédia, hogy oda leessek. Picit átmegyek kis... Nem szeretem, ilyen helyeken nem szeretem a külső kamerát, de kétségtelen, hogy így látványos. Itt pont alattam van az a gyönyörű szakadék. Nehogy én leessek innen a webkamerából így, hogy... És eltűnök, hogy... Hú, szávasztok. Sokkal sűrűbb itt a növényzet, mint Nagy-Peruba. Azt a hülye GPS-t is kikapcsolom, mert megzavarodott a műhold. Vétel, nem nagyon jön. Igen, ezek a növényzetek ilyen Minecraft jellegű felbontásban vannak valóban. Ezt teljesen jól játja, Richard úr. Úgyhogy a fiatal nézőknek egy pici Minecraft is benne van ebben a videóban, hogy nézhető legyen. Aki kevésbé értik ezt a műfajt. Az ott kanyar lesz lefele. De szerintem alattunk van egy út. Ott már látom a kanyar gyönyörűen. Na hát akkor mondtam, hogy nem lesz az ilyen egyszerű átjutni egyik helyről a másikba. Igen.
picit most igen, benyúlik sajnos a póta zöldségbe. Elnézést kérünk a Greenpeace-től, de sajnos csak így lehet bevenni ezt a kanyart. Megpróbálom a lehető legkevesebb kárt okozni a növényzetbe. Hát ezt nem, ezt úgy nem feltétlenül kamionosoknak találták ki ezt az utat, de hát ide vezet az út. Atya úristen, na itt a külső kamerából látszik, hogy milyen kevés hely van itt. Gyakorlatilag a külső kamerával itt tudok dolgozni, mert balra se visz a kamera, jobbra meg máját akarja a zöldség. Hú! Hát, kicsit be... beütöttem a kamion tetőt a fába, belógott annyira a növényzet, hogy... Na hát, azt mondom, azt kell mondjam, hangulatos ez a kis peru is. Na most volt egy kis pitty-putty, igen, pótkocsi kapott egyet. Igen. Na most megyek ki free kamerába. Picit. Igen. Hát... ez nem túl jó. Nem túl jó a kilátások. Na nézzük. Mondtam, nem túl jók a kilátások. Tolatni meg nem merek ilyenkor már. De mi akadt fönn? Mert elméletileg mozog. Kicsit megnézzük, hogy mi a helyzet. Egy fadarab van ott. Jó, kicsit kijebb húzzuk. Hát, ott maradsz! Ott maradsz! Hogy rohadj meg akkor? Hát ez van. Erre mondom, látjátok, a profik ezt megoldják, én nem vagyok az, ez van. Akkor így van. Így oldjuk meg. Ez van. Használom a kormányt, látod? Mozog a kormányot, rángatom. Csak nem mindig sikerül pontosan belőni a kanyart. Bármennyire is próbálja az ember óvatosan csinálni, előfordulnak problémák. Nincs mit tenni. Vincsosz város. Itt fönt hol van Vincsosz város? Föltettek ide egy Vincsosz várost? Ja, balra, tőlünk balra van a Vincsosz város, de hát oda még föl kell jutni. Vagy le kell jutni, már nem is tudom, hogy merre megyünk. Én szerintem fölfele haladunk. Elég komolyan. Kérdezi Tamás, hogy honnan tudom az utat. Helyi vagyok, helyi lakos vagyok. Helyi hülye vagyok. Csak ezeket a kanyarokat nem nagyon ismerem. Ritkán jövök föl ide kamionnal. Én kirándulgatni szoktam itt fönn. Úgy nem szokott gond probléma lenni. Pótos kamionnal mondjuk ide járni, hát igen, ez necces. Elég szűken. Szűken laknak a peruiak. Igazság. Lassan már az utat se látom, olyan sűrű a növényzet. Tehát egyébként jogos a kérdés a Tamásnak, hogy honnan tudom az utat. Tényleg tippelek, hogy merre kell menni. Ehhez képest az erdős Oregon az kiskutya fasza. Szerintem. Ez az így egészen. Ott megint a szakadék itt balra. Jézus úristen. Hangulatos végül is. Nem lehet azt mondani, hogy nem. Újabb lehetőség a fennakadásra. Meg a leesésre. Melyiket válasszuk? Bucskázzunk le, vagy akadjunk fel? Azt úgy kicentisztem. Jó, ennél nagyobb íben is lehetett volna venni ezt a dolgot. És még mindig megyünk fölfele. Ki tudja meddig. Ó, hát még van vagy három emelet fölfele. Lift meg nincs. Már csak ilyen.
ez kis reflektorral azért át lehet látni a sűrűn. Nincs ezzel gond. Jaj, de cinosz ez a hely, gyárekek, megint egy kis pitty-putty. Megint egy jó kis kanyar itt balra. Ugye Dél-Amerikában, ilyen Bolívia és környékén, ott is elképesztő helyekre viszik a kamionosokat a valóságba. Elképesztő dolgokat találnak ki. Hát ez a térkép is olyan, hogy hihetetlen, hogy ide egyáltalán kamionokat fölengednek. Hát úgy látszik, hogy nincs más út. Mein Gott. Na azért ezt is megnézzük itt külsővel gyorsan. Azt. Ott hátul. Hátul az a szakadék. Na ide kellett följönni kamionnal, hát ezek nem normálisak. Ide fölrántani az embert kamionnal. Hú. Alattunk is a szakadék szépen. 100% Peru. Na, menjünk tovább. Mielőtt ránk östeledik, mert akkor még életveszélyesebb ez a környék biztosan. Akkor még a medvék is megesznek itt a sötétbe. Szép estét mindenkinek, köszönjük, hogy itt vagytok. Jó. Nem lehet ma olyan sok a következő városig. Örökké semmi nem tart. Utóbb csak fölírunk a gimbes dombos hegyen a telis teje tetejére. GPS gondolom még továbbra is, így van, azt tudja hol vagyunk. Megyünk emlékezetből. Jó, meg van dicsérve ez a Scania, nem csalódtam benne. Tudtam én, hogy milyen márkájú kamiont kell idehozni erre a dzsungelbe. Egy újabb hangulatos kis hajtűkkanyar. Jó, nem vészes ez. Csak rosszabbak voltak. Na most már kezd a nap is a pofánkba sütni, nagyszerű. Fú, de rossz így. Mindjárt felveszem a napszemcsit. Tovább is bele is a fejembe a nap. Nyom. Nagyon zavar ez a besütő nap, elnézéseteket kérem kicsit, amíg így nem esteledik ránk, addig így jobb a helyzet. Na, menjünk. Ha visszamegyünk az erdőbe, akkor jobb lesz a szituáció. És folyamatosan csak emelkedik az út, és csak emelkedik. Nagyon jó. Megdolgozik szépen ez a Scania. Azt hiszem, következő városban ráfér majd egy kis olajcsere. Nem. Szép estét, Zoli, ne is említsd azt nekem. Má, bocs, de... Így is van elég bajom egy-két nézővel, sajnos. Nem akarom az olajat... Nem akarok olajat önteni a tűzre. De köszönöm amúgy a kérdésedet, csak... Érted, szóval. Én nem az vagyok, hogyha nincs elég baj, akkor okozok. Én inkább... maradnék a békésebb kamionos hírében. Na jó kis hajtűkanyar, ez az, na végre itt már nem süt be a nap a pofámba bele. Hova építettétek már föl azt a várost, te jó ég? És liftet még véletlenül se tettek volna, ilyen kamionos liftet. Hegymászó felszerelés, jó, tudhattam volna, hogy hegymászó felszerelés kell ide. Nem, ott van már a tető, jó van. Fú.
mögöttünk. Ah, oh, basszus, itt a tető. Találtam egy munkaközvetítőt, itt a semmi közepén. Úr, ez durva. Meg is nézem, hol vagyunk. Na. Aha, itt megy le az út. Akkor innen folytatjuk az utunkat. Lefelé. Jó, már jön is a helyi GPS, vagy hogy ilyen GLS futár. Ó, helyre állt a GPS. Csak át kellett ide jönni. Na. Innen megyünk. Most lefele fogunk menni tovább. Nincs már olyan sok ebből a kis mini mapból, a kis mini Peru térképből. Lefele lényegesen egyszerűbb lesz a dolog. Tulajdonképpen bal szerencsés módon a rosszabbik úton kellett hegyet mászni. Itt meg tök jó az út. Ez van. Na. Azt hiszem ezután a kis perui kalandom után elmegyek szabadságra. Rám fér. Nyilván sok a körömére. Azt. Az is, hogy milyen szakadék megy ott le. Jó napot, rendőr úr, elnézést, csak... Próbálok valami kamionost játszani. Megpróbálok valami kamionos játszani, aki tud is valamit vezetni. Pláne ilyen jó kis utakon. Nem mindig sikerül. Itt is milyen jó kis szakadékot szembe. Na most ne jöjjön szembe senki. Á, nem jön senki, persze a lakókocsiddal, öcsém! Hova mész oda fölnyaralni a lakókocsiddal? Jó, hát guruljon. Na, én azt gondolom, hogy a térképnek a nehezebbik részén túl vagyunk, tehát a nehezebb meg volt ott fölfele. Itt lefele már lényegesen egyszerűbb a helyzet. Lefele már csak tényleg az van, hogy egy kicsit túl húzom, akkor megyek a szakadékba lefele nagy erőkkel. Addig pedig ismételten elmondanám, hogy egyrészt a videó leírásában megtalálható ennek a Peru térképnek ennek a mini Peru térképnek a letöltő linkje. Azt telepítsétek föl, ahogy a videó elején elmondtam. Aztán ti is kipróbálhatjátok ezt a modot, vagy a többi módot, ami készült már a játékhoz, ugyanazokkal a módszerekkel kell beaktiválni. No. Megint egy kis hegymászás itt fölfele. Gondolom itt balra van az a Pakcsa nevű város. Köszöntöm a pakcsai lakosságot. Oda nem megyünk most el, hanem megyünk tovább. Illetve hát visszafordulunk Vinkószába, és gyakorlatilag ott lesz a végállomás is. Ez már a visszavezető út lesz. Meglátjuk, hogy erre kitaláltak-e valami durvábbat. Vagy csak ilyen teljesen hétköznapi laza, kanyargós, erdős vidéket néztek ki. Nem tudjuk. Kamionnal erre ritkán jártam még. De az háttér az önmagáért beszélt, tehát nagyon hangulatos kis hegyi vidékeken járunk, mint az átkötő út, és akkor innen jobbra. Gurulás lesz lefele, ahogy látom. Igen, ez gurulós megoldás. Már látom a szakadékot lefele, meg is nézzük ezt innen, hogy hol megyünk le, elnézést itt közben. Ugye innen indulunk, ez az átkötő út. És aztán megint ameddig a szem ellát. Végig a szakadékon lefele. Huhú! Itt megyünk majd le. Azta! Oda egészen a szakadékosig. Azért ez... Tehát kétségtelen, hogy az új, tehát nagy Peru is tartogat elég jó dolgokat, de ez a kicsi Peru is nagyon rendben van. Hát akkor guruló verseny. Na persze csak óvatosan.
Na, akkor irány észak. De csak óvatosan. Mondom, hogy óvatosan. Kis bukkanó. Tiszta hullámvasút. Nem is nem mondták, hogy ebbe Roller Coaster Tycoon is lesz. Ezért kell vacsora előtt ilyeneket csinálni, mert ki tudja, hogy hova visz az utam. Nem, az ilyen hipe-hupás, dimbes, dombos utak azok nem szoktak jót tenni az emésztőrendszernek. Na itt az a szakadékos. Jó, hát igen, lefele könnyebb határozottam. No, zúgolódjunk akkor lejjebb, hát ha jönnek megint fölfel a lakókocsisok. A lakókocsi karaván. Kijön ide Peruba nyaralni, az is egy érdekes dolog. Na már jön valaki szemben, rendőr úr. Tiszteletem! Nem megyek gyorsan, remélem. Meg nincs nálam a jogosítványom, sajnos. Azt mondták, Peruba nem kell jogosítvány. Nem fogják kérni az erdőbe. A helyi busmanok nem fogják kérni, azt mondták, úgyhogy nem is hoztam. Egy ilyen kis... És annak is örülhetünk, hogy itt nincsen sziklaomlás vagy valami. Meglepetésszerűen. Úgy randomszerűen így rádomlik a hegyomlás. Ez még kéne ide. Jó, mondjuk nincs olyan esős időjárás, hogy itt valami mocsárláva rád jöjjön. Igen. Itt megyünk akkor le. Megyünk, hát zuhanunk, gyakorlatilag ez már ilyen zuhanós. Ott a kollega ott elől, mindjárt utolérjük. Beállunk hozzá a convoyba. Már nagyon messze van. Nem akarok kockáztatni a tepsi épségemet, sem a kamionét. Úgyhogy biztonság, itt megyünk. Még egy, mondom, annyi rendőr van, mint a égen a csillag Peruban. High class! This is Vinchocha City. If you see good. And this is Hungarian language channel. Welcome here, dear class. Nemzetközi nézők is néha ide kattintanak. Látnak lehetőséget, úgy látszik a tartalomban. Itt is egy jó kis eskanyar. Kollega eltűnt, előbb még itt ment. Ott megy elől, ma látom. Ott megy a kollega, bujkál a fák között. Vártlak ám. Az ő is nyomja neki szépen, kenni neki a kilométereket. Úgyhogy nem bírom utolérni ilyen tempó mellett. Ja, egyébként a kedves külföldi néző lehet, hogy azt hiszi, hogy ez valami alaptérkép. Nem tudhatjuk, hogy mennyire jártas a játékban. Hogy félreértse. Na, ott megy a kollega már. Bebújunk az erdőbe vele. Várjál meg, kollega! Hi, Mr. Trucker! I am Chris Trucker. Hi! Na, csak sikerült utolérnem a kollégát. Nem szarozik, átmegy a bozótoson. Ezt képest én szabályosabban megyek. Az EA kereszt munkatársaként gondolom. Igen. Na, konvojozunk még egy kicsit kollégával. Aztán. De lényegében meg is jártuk ezt a kis mini Perut. Itt jöttünk le a keresztúthoz. Arra tetszük menni? Megyek én is arra, mit szólsz. Jó van. Mennyi? Meg is nézem. Ezek szerint Vinchosba megy. Vagy nem. Akkor menjünk egy kicsit együtt. Szóval nem egy nagy térkép. Hi, Mohammed. Welcome here. Szóval
nem egy nagy térkép, de azt gondolom, hogy hangulatosnak hangulatos, vannak benne nagyon technikás részek. De egyértelműen a nagy Peru térképet ajánljuk mindenkinek, akik ilyen hangulatos térképre vágynak. Erről is találhattok videót itt a csatornán, amikor a nagy Perut jártam be. De egy ilyen pici parányi térkép jelleggel. Mondhatjuk úgy azt, hogy ez a térkép egy ilyen kis ráhangolódása nagy Peru térképre. Annak mindenképpen, tehát így mondhatjuk, hogy előjáték. A nagy Peruhoz egy ilyen előjáték ez a térkép. Arra teljesen jó. Na, állját csúcsóba, bemegyünk szépen kollégával. Állját csúcsó, csúcsó, állját csúcsó. Köszöntjük az állját csúcsói lakóságot. Hozzuk a szajrét nekik nagy erőkkel a kollégával. Nem is tudom, hogy mit viszek, de most már szinte mindegy. Rist egyébként. Hát mi mást hoznék? Rist. Egyenesen Kínából. Ayá chucho, ayá chucho. No. Köszöntjük a Humpoker, a CTC közösség köszönti a Humpoker közösséget. Jó estét kívánunk. Na, gyakorlatilag ez ennyi is volt, megjártuk ezt a minimap jelleggel, ezt a mini Perut. Be is állok ide gyorsba a céghez. Azt gondolom, hogy tényleg egy alapvetően egy nem rossz térkép, nagyon pici térkép, de nem rossz, ráhangolódásnak tökéletes, mondjuk egy nagy Peru térképre. Mindenkinek tudom ajánlani, vannak benne eléggé kihívásos részek. Mint látjátok, egyszer sikerült el is akadnom, sajnálatos módon. De összességében azért jóval kevesebbszer akadtam el, mint mondjuk a nagy Peru térképen. Ez mindenképpen pozitív. Jó. Tradeaux-ba szépen megpihen a Scania. Ez egy mini Peru térkép. Humpokernek is, a Humpoker közösségnek is elmondanám, ez egy mini Peru térkép, letölthető linket találtok a videó alatti leírásban, próbáljátok ki. Mondom, mint láthattátok, nem egy nagy térkép, nagyon gyorsan körbejárható, de én azt gondolom, hogy eléggé, mint ahogy látjátok itt a képekből is, eléggé jó kis helyek vannak itt is ezen a térképen, el lehet vele bohockodni. És mindenkinek még egyszer hangsúlyoznám, hogy a nagy Peru térképet, a hivatalos nagy Peru térképet próbáljátok ki, ha még nem tettétek. Találtok itt a videón. Igen, szóval találtok itt a csatornáról a videót. Nézzétek meg, ott is lesz letöltő link az 1.31-es játékverzióval. Kompatibilis. Ez a kis Peru térkép pedig már a legfrissebb játékhoz aktiválható. Hát ezeken a helyeken jártunk, így most free kamerával bemutatom. Ilyen helyeket lehet megmászni. Egészen elképesztő vidék. De hát Perutól azt gondolom, hogy más nem is lehet várni. Nagyon-nagyon durva ez a Peru. És várjuk természetesen a további fejlesztéseket is, a további térkép módokat az RTS2-höz. Ha lesz valami érdekes, érdekfeszítő, azt gondolom, hogy én is ki fogom próbálni. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok ebbe a kis röpke kis live-ba. Egy picikét így elmegyek én is most így Peruba szabadságra, ha nem haragszatok, és aztán majd remélhetőleg hamarosan újra találkozunk. Köszönjük szépen a figyelmeteket, köszönjük szépen a beírásokat, és nézzétek vissza még egyszer, elmondom a korábbi videókat ezen a csatornán, hát szemezgessetek, hát ha találtok valami olyat, amit még nem láttatok esetleg, vagy amit érdemes visszanézni, köszönjük szépen. A feliratkozás is itt a végére, Chris Tracker voltam, és a Chris Tracker Community közösség nevében is nagyon jó utat kívánunk mindenkinek ebben a játékban. És minden kamionos kollégámnak balesetmentes jó utat. Chris Tracker kijelentkezik. Sziasztok! Mindenkinek minden jót kívánunk.